kíváncsi arra, hogy... Nyugodtan! Önök kerülnek kormányra, akkor mennyiben fog ez változni, ez a mi adózási rendszerünk, és... Vagy ez nagyon bonyolult a válasz? Hát nem nagyon bonyolult. Nem nagyon bonyolult. Mert hogy most nagyon nehéz helyzetben vagyunk kis vállalkozóként. Tehát nekem egy varodám van, én ruhákat tervezek és azt készítjük, és egyre szűkül befele a piacunk. Tehát nagyon-nagyon komoly nehézségekkel készülünk. Hárommal. Én éppen ennek a rossz anyagásnak, hogy milyenféle tapasztalatokat adok azt, hogy kellene ismerni valamit, amit még soha nem próbáltam. Látod, hogy a nagy cégek, gépipar, elbírja ezeket az ösztermeket. A kicsik meg nagyon nem. Hogy mi nem csináljuk azt, hogy önmagát foglalkoztatja, hogy egy-két ember foglalkoztat, annak lényegesen kisebb a tévétehő, az adott valamán kicsik. Igen, az nem az előző szájárulás, meg a nyugdíjtó szájárulás. Hiszen aki valakinek legalább van egy munkát, még ha nagyon piciket járulékot is fizet, akkor ott már őt nem kell segélyezni. Igen. Hát nekünk hozzávesz a dologhoz. Ugye azt mondani, hogy sávosan csinálni a TB rendszer, az önfoglalkoztató és összfő foglalkoztató tényleg nagyon a saját környezetét, az egy lényegesen, az első öt alkalmazott helyzet nagyon kis járulékot adni, a következő mondjuk 20-ra, 25-ig, amíg egy Magyarországon egy nagyon kis üzem, arra is egy mérséget adni, de mindenkinek kapja, akinek ezért főjel van, neki is az első öt főre kicsit kell, de hát ott ugye a hátadat nem fogja befolyásolni. És csak azokra terhelni ezeket a mai szokásos járulékokat, azoknak egyébként ilyen nagyon technológiai intenzív világban mennek, nagyon hozzáadott értékeket felvívják. Tehát volt egy mezőgazdasági vállalkozónál, ő is rendőrt egyszer, hogy napszámban foglalkoztat, heti 20 órában bejelenti még őket, addig van viszonylag kicsi tévé. De hogyha ő minimál bér környékén összes tehel, most 20 ezer főt lenne, akkor nélkül bejelenteni őket. Hát most ugye elmegy 50 ezer forint, ugye ekkor majd van a nagy senki nem jár ezzel a dologgal jól, mert mindenkit hazugságra kényszerít, senki nem jogszerű helyzetben van, és a végén még kevesebb vagy az államkasszába is, hogy egyébként nem kéne manipulálni. Soha senki ezt nem számolt meg, de az igaz, hogy nem tudok úgy találkozni kis vállalkozóval, pincével, szakáccsal, baldolnővel, nem tudom, hogy látogat, hogy lehet, hogy ne az lenne az általános, hogy bejelentik, hogy nagyon kis bérre, hogy azért nagy bukta legyen, és akkor valamilyen módon pótolgatnak zsebből, innen-onnan, szívességgel, és hogy ez az általános üzenet. Nem arról szól ez, hogy valaki nem tartja be a szabályt, senki nem tartja be a szabályt. Na most, ha senki nem tartja be a szabályt, akkor az a szabályoknak baj van.